Oké, hogy Lord Radcliffe, de mi volt a vezeték neve? Ó, itt a könyvjelzőm. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a májusi összegzésem lesz, és úgy érzem, végre egy kicsit így májusban sikerült saját magamhoz képest úgy olvasás terén visszatérnem nagyjából. Ugyanis májusban 5 könyvet fejeztem be, az egyik könyvvel egy olyan 40 percet olvastam júniusban, de na. És egész normál könyvhosszúságúak voltak, úgyhogy megveregetem a kis vállamat, mert hogy ez most olyan szempontból saját magamnak esett jól, hogy májusban végre kevésbé éltem meg úgy az olvasást, hogy erőltetem, vagy ilyen nem élvezem, de erőltetem közben. Úgyhogy itt van a kis kupacom, és vágjunk bele, hogy miket olvastam. Kezdem azzal, ami technikailag az utolsó befejezett olvasmányom, de azt e-könyvben olvastam, ezért nem akarom, hogy elfelejtsem a videó végére bemondani. Ez nem más volt, mint egy olyan e-könyv, amit úgy vettem meg még a Kindle-emre, hogy szerintem még akkor, mikor megkaptam a Kindle-t, és sokkal jobban nézegettem ezeket az Amazonos 1-2 dolláros akciós könyveket, ami így ilyen, nem tudom, hetente van új adag, vagy havonta, valahogy így van. Akkor botlottam bele, és úgy ránéztem, mondom, ez jó lesz. És azóta nem olvastam, és most kellett igazából egy... Vagy hát megnéztem, hogy mi van a Kindle-ömön, és mondom, na ez pont így a Bridgerton, meg egy másik könyv miatt is, amit olvastam, így benne voltam ebben a Regency erában. Úgyhogy innen jött az, hogy akkor ezt most elolvasom. Ez nem más volt, mint az A Lady's Guide to Etiquette and Murder, és remélem jól mondom a címet, de be fogom vágni a borítót. Ez a könyv arról szól, hogy egy 27 éves nő, végül is a főszereplőnk, akinek most halt meg nemrég a férje egy éve, és ebben az új szezonban hozzáküldi az anyja a húgát Amerikából, hogy őt vezesse be a brit felső körökbe, és próbáljanak meg neki is egy férjet találni. Viszont mindeközben felmerül a gyanú, hogy lehet, hogy az ő férje mégsem természetes módon halt meg, hozzá kell tenni, hogy egyébként a szeretője ágyában, hanem lehet, hogy megölték, és különböző ilyen kis rablások is történnek a felső körök buliain, és a főszereplőnk Frances elkezd nyomozni a néhány ismerősével, hogy ugyan mi történik itt, mik ezek a furcsa dolgok, amik történnek. Összességében nem volt rossz a könyv, ilyen egynek elmentnek érzem én igazság szerint, mert nem tudom, voltak jobb részei, voltak kevésbé jó részei, ugye ez főként krimi volt, volt benne minimális romantikus szál a szomszéd pasival, de nem sok, nem tudom, ugye az ennyire nem volt benne hangsúlyos. Reméltem, hogy picit romantikusabb lesz, de mindegy, de igazából ez nem vett el az élményből, tehát egy ilyen viktoriánus kori krimi volt igazából. Az a helyzet, hogy tényleg annyira ilyen a spektrumomon, annyira a középmezőnyben van ez a könyv, hogy amikor ennyire ilyen középen van az, hogy mennyire tetszett, vagy mennyire nem, arról így különösebben nem szoktam tudni mit mondani, mert hogy jó volt, de nem fog sokáig megmaradni a sztori bennem, mert így különösebben nem érintett meg mélyen, se pozitív, se negatív értelemben van ilyen, úgyhogy ez volt így az egyik. Egyébként nem volt rossz, pittam én, egy-másfél dollárért vettem, szóval annyit megért. Na. Az egyik könyv, amit befejeztem szintén májusban, az a vicces romantikus volt Curtis Sittenfeldtől. Erről egyébként nincs feltöltve YouTube-ra, de minden máshol fönn van a podcast részünk Emmával, ugyanis van egy külön podcast epizódunk a podcastben, amit ennek a könyvnek dedikáltunk, és itt szeretném mondani, hogy köszönöm szépen a 24. század kiadónak, amiért ezt recenziós példányként biztosította nekünk. Ennek a sztori az, hogy egy ilyen Saturday Night Live-szerű műsortban dolgozik a főszereplőnk Nora, Sally, bocsánat, Sally, és itt van egy ilyen jelenség, hogy a kevésbé jó
pasik, ilyen szupermodell szintű nőkkel jönnek össze, akik jönnek ilyen vendégműsorvezetőnek, és ebből ír egy sketchet, ami a fordítottját figurázza ki, hogy olyan nincs, hogy a középszerűen kinéző nő jön össze a szupermodell pasival. És én tökre azt hittem, hogy ez sokkal hangsúlyosabb lesz egyébként ebben a könyvben, de ez inkább az ilyen elindítója az egésznek, mert az a lényeg, hogy van az egyik előadásnak, így az előkészítését követjük végig a könyv első felében, ahol Noa lesz a vendégműsor vezető, aki meg egy sikeres zenész. És így Sally-vel egész jól egymásra hangolódnak, de Sally-nek nagyon ilyen pusztító, nem is tudom, hajlamossága van, tehát, hogy vannak dolgok, amikor így oda mentem volna, hogy Sally, ne csináld. De egyébként valahogy olyan módon csinálta azt a könyv, hogy ha bárki ismerős a túlgondolás fogalmával, akkor nem lesz ez úgymond idegesítő számára, mert voltunk már ott. Tehát ismerős maga a helyzet. És igazából a könyv két részre van osztva, van egy fél rész, amikor ez a Saturday Night Live-os, vagy Éjszakai Baglyok műsorról van szó, hogy ezt hogyan készítik elő, és van egy második rész, ami viszont így a Covid alatt, Covid vége fele játszódik, amit nem fogok részletezni, mert az igazából szerintem már így is elég nagy spoiler lenne, ha többet mondanék. Jó volt ez a könyv, nekem az kicsit a műsoros része az kevésbé tetszett, a második fele nekem az jobban tetszett olyan szempontból, hogy ott a műsornál, amikor így folyamat magyarázták, hogy ki milyen sketchet rakott össze, az így leírva annyira nem voltak úgymond viccesek, szóval így annyira azt a részt, hogy kevésbé tudtam mondjuk úgy értékelni, mert így oké, de ez az előadás is érdemes lenne ugye látni. De egyébként tetszett a könyv, úgyhogy ott van a podcast részünk, hogyha valakit így bővebben érdekel, ott spoilerekbe is belemegyünk azért, de Emmával tök jól megvitatjuk meg. Ő nagyon sokat mondta már nekem, hogy ez milyen jó könyv, és hogy olvassam el, mert neki ez a tavalyi kedvence volt, és az a poén, hogy valahogy még így csak valami 3 vagy 4 csillagot adott neki, Emma nagyon szigorú csillagozó, az a lényeg. De jó volt, és ez egyébként egy tök friss magyar megjelenés, illetve ez benne volt a 21. század kiadós buktokos előfizetéses csomagban is. Ezek után elolvastam Heather Fockett-től, ha jól mondom a nevét, az Emily Wilde Tündér enciklopédiáját, amiről vlog videót készítettem, úgyhogy ezt is idebe fogom szépen linkelni. Ennek az a sztoria, hogy szintén, nem, ez már 20. század, mert 1900-es évek eleje. Emily Wilde egy tudós kutató, aki, ez ugye fantasy, és az ő világukban vannak tündérek per szerzetek, ahogy épp hívják őket. És ő szeretne egy ilyen minden szerzetet átfoglaló enciklopédiát összeállítani, amihez el kell menni a Norvégiának így az északi csücskébe, hogy egy utolsó helyen az utolsó féle szerzetekről tanulmányt tudjon készíteni ehhez. Na most itt furcsa dolgok vannak, mert hogy furcsán erőszakosak ezek a szerzetek a falusiakkal szembe, illetve ami még másik szállat behoz a sztoriba, az az, hogy van egy másik professzor a Cambridge-ből, aki utána jön, aki hát a barátja is, de nem is, és érdekes a kapcsolatuk. Vagy érdekes fele hajlik a kapcsolatuk. Ez pedig Wendell, aki így utána jön, hogy segítsen neki. És ezt ilyen kózi, romantikus fantaziként van kimondva. Azért a tündérek elég erőszakosak benne, szóval én nem feltétlenül mondanám annyira kózinak, mint amennyire nekem kózi volt mondjuk a legendás latték, de nem is ilyen high fantasy, vagy nagyon magas téttel rendelkező fantasy, de hogy azért annyira nem volt szerintem kózi. Nekem személy szerint ezzel nem volt problémám, mert nem azért kezdtem bele a könyvbe, hogy kózi legyen. A romantikus része szintén nagyon halványan van érintve a könyvben, viszont nagyon tetszik, hogy fel van építve valahol egyébként, mivel ez egy eddig azt hiszem 3 része van megjelenve per bejelentve külföldön, ezért úgy vagyok vele, hogy valószínűleg így szépen épülni fog a dolog, és sose bánok egy jó slow burnt, és Wendert nagyon bírom.
Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezek után hogyan fog folytatódni. A vlogban is elmondom, hogy egy picit furcsa volt nekem, vagy hirtelen lett vége, de tekintve egy sorozat, meglátjuk, hogy hogyan tovább. Egyébként ez is nagyon tetszett. És ezt pedig köszönöm szépen az Agave kiadónak, ugyanis ezt pedig tőlük kaptam recenziós példányba. Na hát ezek után egy könyv, amit nagyon sokat szemeztem, és végül behúztam Vintidről, ez Sophie Irvintől a Hozományvadász hölgyek kézikönyve volt. És igen, itt érzékelhetitek, hogy tehát ez volt a... Ezt úgy olvastam, hogy pont akkor ezelőtt fejeztem be, hogy kijött a Bridgerton új évadának az első fele, és akkor így nagyon benne voltam ebbe az egészbe a Ladies Guide-dal együtt is, úgyhogy most nagyon ez a Regency romantikus most nagyon-nagyon ment nekem májusban. Nem véletlenül olvastam ennyit. Ezben a könyvben pedig... Nevek. Kittit követjük, akinek van 4 lánytestvére, és meghaltak a szüleik, és iszonyat adósságuk maradt, és Kittinek pont felmondják az eljegyzését, és ezért hirtelennyiben valamit ki kell találnia, hogy ne kerüljenek az utcára a testvéreivel együtt, úgyhogy elmegy egy ismerősükhöz Londonba az aktuális szezonra, hogy megpróbáljon egy gazdag férjet találni, hogy megmentse a családját. És igazából ez nagyjából működne is neki, mert hogy a cél érdekében nagyon jól megtanulta, hogy mit kell mondani egy férfinak, hogy bejöjjön neki. De ami kihívás az, hogy tényleg az igazi legfelső körökbe be tudjanak kerülni, ahol nem csak ilyen évi 2000 font a jövedelem. A másik pedig az, hogy a tesója révén sikerül megismerkedniük egy igen magas rangú családdal, viszont ott a... Oké, hogy Lord Radcliffe, de mi volt a vezetékneve? Ó, itt a könyvjelzőm. Ennek a családnak itt is az apuka meghalt, és a jelenlegi Lord Radcliffe ő visszajön, mert hogy az anyjától hallja, hogy az öccsét próbálja Kitty behálózni, és hát Radcliffe egyből látja, hogy ez itt egy hozományvadász, és hát egy üzletet kötnek igazából Kittyvel, hogy Radcliffe segít neki lavírozni a felső körökbe, cserébe nem a tesójával fog udvarolni, nem a tesóját próbálja hozományvadászni. Szóval ez meg egy enemies to lovers. És végül is követjük, hogy hogyan tud Kitty pénzt szerezni arra, hogy megmentse a családját. Ez nagyon jó volt, imádtam. Az eleje picit nekem úgy éreztem, hogy döcögősen indul, de hogy utána nagyon-nagyon élveztem az egészet, főleg amikor Kitty meg Radcliffe nyomták a szájharcot, azok zseniális részek voltak. Csodálatos volt. És azt hiszem, ez is sorozat, ha nem tévedek, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz a folytatása, ha lesz. És akkor zárjuk ezt a videót nem mással, mint a Jó kislányok első gyilkosságával Holly Jacksontól, ami a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz című könyvnek per sorozatnak egy ilyen kis előzmény sztoria, ugye látszik, hogy ez egy igen picike könyvecske. Ennek a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz az egyik nagy kedvenc könyvem, tehát én nagyon-nagyon imádtam azt a könyvet. A második, harmadik részét nem olvastam, nem tudom, fogom-e, de ez a kötet, ez az elsőhöz kapcsolódik úgy igazán, meg az első előtt játszódik igazából. Igazából Pip a barátaival egy ilyen nyomozós játékot játszanak az egyik este, és akkor ennek van leírva a folyamata, és igazából ez az a nap, aminek a végére eldönti, hogy mi lesz ez a sulis projekt, amiből ezt a vizsgadolgozatát fogja írni, ami ugye a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz sztoria lesz végül. Mivel nagyon szerettem ezt a könyvet, mert nagyon szerettem a szerző stílusát, ezt is szerettem, meg ilyen érdekes volt, a szereplőket, a mellékszereplőket kicsit nehezen tudtam az elején beazonosítani, aztán nagyjából visszajöttek az emlékeim, mert azt is már vagy 2 éve olvastam. De ez jó volt, úgyhogy így tök jó kis kiegészítés volt a könyvhöz. Úgyhogy ez volt a májusi termésem. Úgyhogy lehet ez azt jelenti, hogy visszatérek végre újult erővel a normál olvasási mennyiségemhez, ami ez az 5 könyv már, ez már az. Bár úgy érzem, hogy most egyébként nagyon a romantikus vonalon futok, mert így, hogyha ránézek egy olyan könyvre, ami
nem is az, hogy fantazi, csak tudom, hogy ilyen masszívabb, az most így nem, szóval most egy picit ilyen könnyedebb vizeken szeretnék evezni egy ideig. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be májusban. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!